Nácisztikus szülők. A gyermekek fejlődése szempontjából semmi sem fontosabb, mint a szülők figyelme, szeretete és értékelése. Mind ez összekapcsolódik a gyermekkori fejlődés legfontosabb szakaszaival az első 18 hónapban a kötődés iránti igényükkel, majd a felfedezés, az identitás és a kompetencia szükségességével. Anyának és apának büszkének kell lennie ránk, mert elismerésük és feltétel nélküli szeretetük, önértékelésünk mércéje. A gyermekek akkor tudnak harmonikusan fejlődni, ha megfelelő tapasztalataik vannak a szülőkkel, nevelőikkel kapcsolatosan, illetve ha a külső hatásokat, helyzeteket impulzusokat, élményeket, a természettel, állatokkal kapcsolatos tapasztalataikat a nevelőik támogatásával át tudják dolgozni, és ezekhez adaptálódni képesek. Például a gyermekek felfedezhetik a játszóteret, majd visszatérhetnek a szülőhez, és beszámolhatnak az élményeikről, Tudva, hogy ott biztonság, érdeklődés és megértés fogadja őket. De nem minden szülő engedi meg ezt az egészséges fejlődést. Néha azért nem, mert saját maguk sem tapasztalták meg. Egyes szülők az elismerésre és a figyelemre való törekvésükben, a méltatásra való túlzott vágyukban, a mások iránti együttérzés hiányában és az erős manipulációs tendenciákban, náciztikus módon képesek csak reagálni. A náciztikus szülők gyermekei nem kapnak esélyt a saját személyiségük fejlesztésére, és nem támogatják őket. Függőnek kell maradniuk kicsinek, kevésbé szépnek, kevésbé okosnak kevésbé sikeresnek, mint az anya vagy az apa. És hogy ne nőjék ki a szüleiket, azok minden lehetséges eszközzel manipulálják őket. A náciztikus szülők visekedésére a továbbiakban jellemző az ellenőrzés, támadás, degradáció. A szülők célja az irányítás, és hogy megtartsák a fölényt egy másik jellemző visekedés, a dramatizálás, ami által a nácisztikus szülő felhívja magára a gyermek figyelmét. A kommunikáció ritkán szívélyes, mély vagy elismerő. Sokkal inkább párbaj és játszma formában funkcionál. Ez maga után vonja a gyermek idomulását azaz a visekedésének adaptálását, annak érdekében, hogy a szülőnek tetszen, és hogy pozitív visszaigazolást kapjon. Gyakran a náciztikus szülők gyermekeit életük végig az vezérli, hogy mit várnak el tőlük a többiek. Másoknak akarnak megfelelni, másoktól akarnak értékelést kapni, és ezzel fenntartják függőségüket úgy, ahogyan azt a nácisztikus szülőktől tanulták. Ők előszeretettel választanak a későbbiekben úgy nevezett segítő szakmákat. Jó hatással van rájuk, ha másokat pontosan érzikelve megfelelő rezonanciát, hangulatot alakíthatnak ki. Egy esettanulmányban egy nácisztikus és manipulatív anyával rendelkező kliensnél egy másik végletet fedezhetünk fel. Ő így fogalmazott: Amikor megláttam az anyám által hívott számot, rosszul éreztem magam, és hánytam. Ez a kliens nem volt képes másokkal szemkontaktust tartani, amikor üdvözölték, a padlóra nézett, és mindig feketében öltözött. Nem akart kapcsolatot teremteni másokkal, nem akarta, hogy bárki és közel legyen hozzá. Mivel megélte, hogy a mások közelsége versengést és bántalmazást jelent. Az anyai szeretet utáni vágyakozás nagyon erős kötelék. Abban az esetben, ha az érintett személy gyermekkori állapotban marad, ennek a köteléknek az elvágása existenciális szorongást kelt, hiszen az anya elvesztése bármilyen formában is legyen, életveszélyesnek tűnik. Ebben az esetben a klienst el kell vezetni attól a gondolattól, hogy én csak az anyám része vagyok, én magam nem vagyok életképes. Általában tanácsos megszakítani a kapcsolatot a manipulatív szülővel, és erre kifejezetten engedélyt kaphat a kliens. A fent említett kliens a terápia hatására megtiltotta az anyának, hogy hívogassa, és csak ő hívta négy hetente fel az anyát. Így a beszélgetést a kliens kezdeményezte amit kizárólag az időjárás témájára és általános dolgokra irányított, és ő döntött a beszélgetés hosszáról is. Tehát a kliens irányította a kapcsolatot, és azonnal megszakította azt, amint észlelte, hogy az anya megpróbálja a szokásos manipulációit alkalmazni. Már nem vett részt az anya játszmaiban.